olyan érzés körülbelül, hogy mint hogy az ember fejét így a víz alá lenyomnák, és ott tartanák sokáig. Viszonylag boldog gyerekkorom volt, igaz, hogy a óvodát kellett váltsak, mert az első óvodában egy kicsi agresszíven viselkedtem, ezért átkerültem egy másikba. 8 évig a művészetiskolába jártam, zenét tanultam, és a középiskolát már a gimnáziumban végeztem el, ahol nem igazán sikerült beilleszkedni. És utána jött az egyetem, ahol szintén nem sikerült beilleszkedni, mivel román egyetemre jelentkeztem és mérnökire, ahol sokat segített igaz az, hogy első éven bent lakásban laktam, és így a nyelvet azt sikerült megtanuljam. Utána volt nehéz, az egyetem után visszaköltöztem Udvarhelyre, de nem találtam a helyemet, ezért elköltöztem Hollandiába, ahol fél év után rájöttem, hogy nincs kolbászból a kerítés. Így hát hazajöttem, viszont itthon megszűnt a párkapcsolatom, a munkahelyem és a lakásom, ezért édesanyámékhoz költöztem, és ekkor jelentkezett nálam a depresszió. Az élet minden területét érinti valójában, és nagyon negatívan érinti. Kezdve az alvás, evés, társalgás, bármilyen kommunikáció a külvilággal. Én például újra kellett tanuljak a késtvillát használni, nem tudtam egyszerűen, hogy mire jó. A higiénia hiánya, tehát az elhanyagoltság is jellemző volt ezekben a periódusokban. Tehát valójában nagyon egy ilyen rettegési fázis, amikor az ember mindentől fél és semmiben nem látja azt, hogy biztonságot nyújtana. Az első jelek, így visszagondolva, szédüléssel kezdődött nekem is, és pánikrohamokkal, ami társult egy alvászavarral. Nem tudtam aludni, és folyamatosan a takarítási kényszerem volt. Mind rendet akartam csinálni magam körül. Aztán ez átcsapott egy olyan zaklatott állapotba, hogy féltem az emberektől körülöttem. Azt hittem, hogy mindenki rosszat akar nekem, minden sorkon azt néztem, hogy ki néz, hogy az autók követnek, hogy engem titkos ügynökök vesznek körbe, tehát hogy abszolút ilyen filmszerű volt az egész. Ez aztán kezdett társulni ilyen auditív és vizuális hallucinációkkal. És ekkor, amikor leraktam a telefont és a laptopot, akkor szállítottak be a kórházba. Sürgősségi esetként, és akkor kerültem pszichiátriára 3 napra. Az életem egyik legmegrázóbb élménye volt, ez a 3 nap, amit bent töltöttem. Azt hittem, hogy otthon rosszabb, de rájöttem, hogy nem, a kórház az még rosszabb. Tehát bezárva olyan emberekkel, akiknek olyan súlyos vagy még súlyosabb az állapota, az nem segített egyáltalán. Viszont megfigyelés alatt kellett tartsanak 3 napig, ez volt a protokoll. Felírtak gyógyszereket, és az engedtek azzal a diagnózissal, hogy a tulburőrjákuté, az a zaklatottság. És azután átváltott ez egy ilyen túlalvásos zavarokba, tehát naponta 16-17 óra alvás, a motiváció teljes hiánya, az életszeretet teljes hiánya. Ez tartott egy olyan fél évig, és akkor gyógyszeres kezeléssel úgy kezdtem helyre jönni. Csak aztán került új munkahely, az a lényeg, hogy amikor élethelyzetváltás történik nálam, vagy lakás, költözés, ilyesmi, akkor mindig visszaestem eddig. Azt mutatja az elmúlt 5 évben a tapasztalat, hogy... Ugyanolyan súlyosan, vagy ezek már könnyebbek? Nem, ezek már könnyebbek, tehát egyre könnyebbek voltak. Tehát az első volt a legnehezebb, de utána is, ahányszor visszaestem, akkor sem volt könnyű, de akkor már ilyen nem hónapok alatt jöttem rendben, hanem így hetek alatt, napok, hetek. Tünet volt még az, hogy a mozgásom is beszűkült, úgy a figyelmem is teljesen szétszórt lett. Aztán ez átváltott egy ilyen túllevésbe, hogy a gyógyszerek hatására nagyon meghíztam, aztán megint lefogytam, aztán megint meghíztam, tehát hogy ez egy ilyen nagyon instabil érzelmi helyzetet alakított ki nálam. Tehát nem volt egy stabilitás az életemben.
Most már, ha vissza is esek, akkor tudom, hogy elmúlik. Tehát nem az van, hogy ez most már örökké így marad. Mert a legelsőben az volt a legrosszabb, hogy nem láttam a kiutat. Azt hittem, hogy nekem ennél már az állapotom soha nem lesz jobb, nem fog javulni. És ez, ahogy a harmadik, negyedikszer visszaestem, úgy rájöttem, hogy igazából lehet, hogy egy életen keresztül fog tartani ebből a felépülés, viszont egyre könnyebb és könnyebb. Hogyan reagáltak a barátok, ismerősek, amikor elmondtad, hogy depressziós vagy? Hát ez elég, most nem akarok senkit megsírteni, de én úgy gondolom, hogy úgy a salak az úgy levált, és a lényeg megmaradt. Tehát akik nagyon közeliek voltak, azok megmaradtak, viszont azok, akik csak úgy látszott barátságok voltak, azok persze azonnal lekoptak. Tehát akik érdekbarátságokról beszélek például, hogy akik valamiért akartak a barátaim lenni, azok mind eltűntek, tehát nyom nélkül. És ez volt hatással az állapotodra egyébként? Ez volt, igen. Az elején súlyosbította a helyzetet, mert nem értettem, hogy miért történik. Tehát én nem akartam azonosulni a betegségemmel, és nem tudtam ezt elfogadni, hogy most azért nem barátkozik senki, mert én rosszul vagyok. Én eddig azt tapasztaltam, hogy kétféle embertípus van. Az egyik az, aki egyet legyint a betegségre, mert nem érzi nem tudja valójában kezelni, a súlyosságát nem érzi át, ezért azt mondja, hogy ez csak múló rossz kedv. Na már most ezzel van a kevesebb baj. Van a másik része az embereknek, akik egyből úgymond címkézik az embert bolondnak, vagy értelmi fogyatékosnak gondolják azáltal, ahogy viselkedik, vagy amiket mond, hogy miért nem tud funkcionálni, amikor megvan valójában mindene. Tehát egy stigmaként szokták kezelni elég sokan ezt a betegséget, mert nem tudják, hogy igazából miről is szól, és nem veszik a fáradtságot, hogy utána nézzenek, csak akkor, hogy a közeli családtagról van szó. A legtöbb ember nem tudja ezt, ahogy kezelni, és inkább semlegesíti magát a problémát, hogy ne kelljen vele foglalkoznia. Valójában ott ismertem fel, hogy ezek az emberek igazából a megoldási eszközök hiányában, mivel nem tudtak hogyan reagálni erre a problémára, ezért választották ezt az utat, mert egyszerűbb tudomást sem venni egy problémáról, mint azt kezelni. Az első látogatás alkalmával eldöntöttem, hogy együtt fogok működni, minden erőmet mozgósítva, mert felismertem azt a tényt, hogy ez csak úgy tud működni, hogyha én is oda teszem magam 100%-osan. Egy egyszerű beszélgetés elindult arról, hogy állapotfelmérés volt igazából, hogy éltem meg a betegséget, mik voltak a legnehezebb részei, mik voltak a legkönnyebb részei, továbbá az, hogy mit várok el az életemtől. Tehát meg hogy hogyan engedjem el ezeket az elvárásokat, mert a legtöbb probléma az elvárásoknak, a be nem teljesült elvárásoknak a megoldatlanságából származott nálam legalábbis. Ez a család, gyerek, kocsi, karrier kombinációja, amiből nekem épp abban a periódusban egyik se jött össze, ugye. Teljesen baráti volt a beszélgetés a pszichológussal, persze a kellő távolságtartással, tehát azért nem a legjobb haverommal ültem le beszélgetni nyilván, viszont nem éreztem magam feszélyezetnek egyáltalán. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy nagyon jó specialistához kerültem, akit még a kórházi pszichiáterem ajánlott. A beszélgetés után kezdtem rájönni arra, hogy talán van remény, hogy nem vagyok egy teljesen reménytelen eset, tehát meg tudok gyógyulni. Na, az az igazság, hogy én elég sok módját megpróbáltam a gyógyulásnak, tehát voltam papnál, boszorkánynál, sámánnál, látónál. Kipróbáltam többféle pszichiátert. Nagyon sok minden meditációt is, ugye kineziológiát is, ezekből az utolsó kettő volt nagy hatása, bár a többi is segített. Azt kell tudni, hogy bármi, amit az ember magáért tesz, megtesz, az segít. Az, hogy rövid távon vagy hosszú távon, az már egy más kérdés. Mindenki önmagának kell megtalálja azt az utat, ami rárakja a gyógyulás útjára.
És mikor érezted először azt, hogy jól vagy? Többször is éreztem ez alatt az 5 év alatt azt, hogy jól vagyok, csak ugye mindig visszaestem. Tehát tartósan én most egy olyan 8 hónapja vagyok jól, és ezt igyekszem fenntartani. Az fontos nagyon, hogy az ember ne elégedjen meg abban, hogy most jól vagyok, hanem tegyen azért, hogy jól is maradjon. Mert hajlamosak vagyunk beleesni abba a hibába, hogy ám most jó vagyok, hát akkor minden rendben, akkor hátradőlök, elereztem magam, és minden mehet úgy tovább, ahogy volt eddig. Nem mehet úgy tovább, amúgy, szerintem. Nagyon sokat segített a természet a közessége, tehát a túrázások. Kirándulni az udvarhelyi környéki erdőkbe a családdal. Tehát amikor nagyon-nagyon rosszul is voltam, akkor is 2-3 naponta vittek, járkáltunk, nem beszéltem, de egy idő után ez oldódott. Tehát a természetnek a közelségében benne lenni, járni, figyelni, egyszerűen csak ott lenni, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Nagyon-nagyon sokat tanultam magamról. Az az igazság, hogy úgy gondolom, hogy teljesen más ember lettem azóta, amióta ez az első eset óta, hogy rosszul lettem, mert nekem nem volt betegségtudatom se az elején, aztán a közepénél abszolút betegségtudatom volt, más tudatom nem is volt, tehát azonosultam magával a depresszióval, hogy én már így maradok rajtam, nem lehet segíteni. Most meg már az van, hogy ez egy ilyen hosszas átalakulási folyamat lett, hogy én ugyanúgy teljes értékű ember vagyok, és teljes értelmi képességű ember vagyok, mint akárki más, csak van egy plusz csomagom, amit viszek magammal. És ameddig ezt nem sikerül letenni, addig én egy depresszióval együtt élő ember vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy bármiben is korlátozott lennék a többi embertársamhoz viszonyítva. Az ember, amiután felszínre jut, ahogy kitör ebből a szorult helyzetéből, hirtelen képes egy nagyon mély levegőt kapni, ami által észrekezdi venni a lehetőségeit, hogy merre fele tud tovább indulni. És ez akkor kezdődik valójában a gyógyulás, amikor ezekkel a lehetőségekkel kezd élni. És ezáltal, ahogy már egy bizonyos idő eltelik, már úgy tekint az egészre, mint valójában egy olyan dolog, ami őt felébresztette arra, hogy élni igenis jó, és igenis meg lehet élni egy teljes életet is. Pont. Próbálják meg úgy nézni ezt az egész helyzetet kívülről, hogy ez egy élettapasztalat, tehát ezáltal nem lesznek szegényebbek, és rosszul lenni szabad, szomorúnak lenni szabad, a nehézségek együtt járnak az élettel, és azt még hozzátenném, hogy mindig minden esetben van kiút és van segítség, viszont tudni kell segítséget kérni, és ugyanolyan fontos az is, hogy tudni kell elfogadni is a segítséget. Azért vállaltam el ezt az interjút, mert úgy gondolom, hogy a sok embernek, aki hasonló cipőben jár, mint én, annak a hasznára válhat. Továbbá remélem, hogy aki most jelen pillanatban is nagyon mélyen van, és nem látja a kiutat, annak egy kicsi reménysugár tudnék adni arra, hogy igenis meg lehet gyógyulni, igenis rá lehet tépni a gyógyulás útjára, és nem szabad feladni. Az ember saját magáért képes bármit megtenni igazából.